Na, hellóztok, sziasztok, jó reggel, szia Jenny, Fer, szia, milyen profil, mi a helyzet, hogy vagytok? Itt van velem Becskó, meg Eszti, és akkor a Stardew Valley hópot fogjuk tovább folytatni. Na. Zodi, jó lett a gép. Mi lett jó? Nem, még mindig forrósodik, mint a kurva élet, mert nincs ventilátor. 2 év garancia van rá, ezért ha le is égetem, akkor nem érdekel, kicseréletetem. Na, most miért ugrott össze a játék? Szia, Tik. Szia, TikToker! Ó, tényleg egy kis keposztóni. Mindenki ezt várta a Stardew Valley-t, mert ezen volt a remegés, hogy sosincsen. Igen. Most nagyon ráfügtek. De amikor Stardew Valley van, akkor meg senki nem jön. Ezen szoktam röhögni. Mi van nekem? Ennyi vacskom. Beértek a szolvék. Ó, mindjárt megyek. Szia, Emi. Jaj, annyi vörös áfonyám lesz, hogy nem tudom hova eladni majd. Nem tudod majd hova eladni? Hát segítek én eladni. Á, meg kell oldani. De az a nem új ég. Az stár helyem nincsen. Na, de az első sor az enyém, ugye? Nem emlékszem. Helyet oda alfonyú. Van kirohadt. Nekem is kirohadtak, és nem tudom mitől. Nem tudom. Hát nem volt meg öntözve egyszer, kétszer, vagy nem tudom. Hát de azt a darabot az pont éri az öntöző. Igen, hogy nekem az öntöző is éri. És így is kirohadt. Szerintem valami fejleszt, újdonság a játékban, lehet, hogy rossz minőségű volt a izé. Mag. Vagy nem tudom. Ja. Tényleg a frissítés, ez mikor jön ki? Nem lehet tudni, nem volt még akkor, mikor még kikitettük még, de hát azok Erika, köszönöm szépen a követésedet és üdvözöllek a csatornán. Volt-e infó róla azóta van-e? Nem tudom. Én nem láttam új infót. Nem semmi. Azért mondjuk örülnék neki, ha már kijönne. Nem tudom, mi, már is fejtettem, hogy mik lesz meg benne. Téli ruhák, meg új eventek. Ja, újjá lehet alakítani a Jojo-bát elvileg. Mással, nem csak mozival. Több játékos mód. Ja, igen, 8. Anonymous, köszönöm szépen a követésedet. Mondjuk én annak már nem örülnék annyira. Minek? Hát most 89-en szal csinálnak egy játékból, hát ezt 7 nap alatt játszek. Konkrétan. Na jó, annyi nem, de hát... Hát reméljük, hogy azzal, hogy több játékos tesznek hozzá, valami izét is hozzáadnak. Tehát, hogy külön értelmet annak, hogy ilyen sokan kellünk. Már itt is, hogy négyen vagyunk, ennek nincs
a játékban jelentősége per pillanat. Szóval, hogy se előnnyel nem jár, max annyi, hogy gyorsabban tudunk egyes okokat elérni, mint amúgy, de hogy nincs külön rá funkció. A pont most, ez a lényeg, hogy most egyedül vagy, meg pedig többen. Ó, meg akartam fejni a csirkét. Hogy lehet, hogy nem tojtak a csirkék? Már beraktam a tojás készítőbe neked. Már elmentem arra, mert a Máli küldött nekem 30 darab üzét, színet. Ezt raktam az etetőjébe is. Ja. Én kereshetem a tojásokat. Már csak a tigris pisztengőt kell kifogni. Aha. De azt gondolom, akkor az nem itteni hal, vagy nem mostani szezon hal. Végre lesznek cuccai. Nem ma lesz izé fesztivál? Valami ilyesmi. Hány óra van? Elvileg 9-kor akkor ki kéne írnia. Ha már délután, akkor már elmúlt. Vagy elmúlt, és lemaradtunk, bár amúgy én nem láttam kiírást. Nincs. Akkor holnap lesz, nem? Ja. Szombat van. Ja, elmegyek. Ja, de 2000. Akkor nem megyek, nem mindegy, elmegyek barlangászni. Majd ha lesz pénzem, akkor veszek egy naptárt. Nem tudom, mennyi egy naptár. Én megnézem a naptárt, de kurva levizgetsz itt áll. Jövök. Mennyi már innen? Hogy már ott vagy. Fuss el neki, ott a ma izének a születésnapja van. Abigailnek. Abigailnek? Hát valahol már így sétapikelt az előbb. A 2000 egy naptár, nem tudok már venni. Vagy 16-án lesz a Stardew Valley vásár. Akkor kellenek a cuccok, nem? Uh-huh. Igen. Tigertraut ősszel és télen fogható. Reggel 6-tól délután 7-ig. Az erdőben és a városban lévő folyóba. Most akkor ősz van, igen, ősz van. Szia, Jankó! Ezek már nem fognak kívánni. Mi volt az elmúlt napokban? Fuzzball, River Creeper, pihenés, és volt egy pár nap, amikor így kimaradtak a streamek, mert cefet fáradt voltam. Szia Bálint! Köszönöm szépen a szívei engem! Nem megértem. Nekem meg a munka volt annyi, hogy rohadtul nem volt kedvem néha streamelni. Ezért is maradt el pár. 51 darab denevér tojé már még. Már lent vagy a bányába. Tényleg nem valami halas szemét kifogásos questünk van. Tényleg. Ja. Akkor megyek a farmra. Akkor azt horgászok. A pisztrengőt meg majd kifogom utána. Mennyi időnk van arra, azt veszem, mert esnek.
Kettő nap. Jó. Jövök haza, azt mindjárt segítek. Oké, rendben. Van valahol egy tavunk, nem? Jól emlékszem, te. Lenti farmnál. Ja. Akkor most nem akar semmilyen. De, egy zsakóla. Igen, igazából mindegy, hogy melyik jön, csak valami szemét jöjjön. Miért zsakóla is szemét? Igen. Nem is tudtam, hogy szemétnek számolja. Hát, nézd meg, abban van besorolva szemét kategóriába. Ez kemény. Hát azért utálja mindegyik. Városi kivéve szem. Jó munkát. Szeretem. Éjfélpont. Csak ő szereti, ha jól tudom, szem. A többiek mindenkinek, ha odaadod, akkor gyűlölik. Mit? A kólát. Hát én már az előbb fogtam egy éjfélpontot. Egy tóból, érted? Amivel előre csak szemét lehetne. Szia, Zalán. Nézzon, hozzá. Még éjféli pontyokat fogdoznak, nem érted? Lehet tongból, éjféli pontyot, wow. Ez már a második. Wow. Mit is éjfél? De most. Te már fogod a szemetet, én már pontyokat. Hát. Kihord veszem előled elmúgy a szemetet, hogy te ki tudjál fogni halakat. Ennyi. Ja. Ez ilyen egyszerű. De jönöm, akkor mindenféle szemetet számol, nem csak a zsákokat. Az én horgászbottom most szimpatikusabb volt neki a zsakólának. Így a tó alatt gondolkodott, hogy Vajon? Na nézd meg, hát nem végtelen. 9-nél tartunk már, akkor mindent számol elvileg, de viszont le kell feküdjünk. Jaja. Alvós idő van. Tíz szájú sűrű. Wow. Mondjuk az kemény, hogy a saját kis tongba jövett találtál. Nem tudom. Én nem ütöttem, vagy nem szoporítottam oda. Nem tudom, ki hív, de rohadjon meg, hogy fél hát kettőkó hív. Jó van, csörögjé. Biztos, hogy törpe. Biztos. Maci az erdőből. Az is lehetséges. Mági. De amúgy azok mióta van telefonja. Tehát, hogy oké, még a törpe még el is nézem, de hogy a medve felhív. És beszél. Ja. Nem az a durva, hogy felhív, hanem hogy beszél. Ugye. Ez na, az... nem kell a csinálni. Hogy mondtam? Hogy mondtad, hogy minél valaki megszólal, hogy nem kell locsolni. Ez az, nem kell locsolni. Így van. Pétrengleves meg lehet tanulni, aki szeretne megtanulni főzni. De nem kell venni bányászni. Na, a jó Istennek. Azt a... Zoli, beért a tököm.
és nagyon óriás tökeim lettek. Iha. Örülj neki. És az enyém? Tegnap megöntözted az enyémet? Beértek ott. Szóval a tökeid be... beértek. Nekem mindig be van írva a tököm. Beértek a tökeid. Már szedem le, adom el, hónap megyek, azt veszem a következő adagot. Mármint a tény tök. Ját, még ezt leszedem én is. Nekem fa kell. Meg lehet vágni. Nincs helyem. Nem lett nagy tököm. Hát azt csak te tudod. Kinek mit hoz? Én nem tudtam nagy tököt. Nem lett nagy a tököd? Szeri. 99 az mennyi is, bazd meg, várja. 99 az 18, igaz? Oda nézd. Hol szedem meg? Óriás tök. 5 darab arany kell lenni fog, nem? Igen. Megért elocsulni ezt a szükséget. Ó, bevállalom én az 5 darab töket. De hát csinálhatom én a tököt. Hát már megvan, már is raktam a ládámba. Majd elviszem valamikor. Vagy ha valaki megy, akkor elviszi. Hát azért mondom, hogy elviszem én arra, hát hogy azért... 24 aranycsillagos tököm van már. Maradja. Hadd csak már magadnak. Így is kell a pénz. Mennyit is mondtam? 18 meg 18. Az 36 igaz. Faszom, fáradt vagyok. Ne, 93 sima lett, 48 ezüst, meg 32 arany. Lesz ott pénz. Azt hiszem. Ez most megyek, berakom ide. Kukoricám viszont 3 lett, vagy ezt már beadtuk. Van még valakinek 2 darab kukoricája, mert akkor azt is be tudjuk adni. Na nézd meg. Az én megért. 3 kukoricát már megért. Már be van adva. Ja, az már be van adva. Tudom, hogy megért. Hónap gazdag leszek, elmegyek, hozz leszek mélet is. Áj, miért, mit elülteted? Nézd már meg, hány napos a... Hány napra érik meg a tök? 13. 13. Tehát ha hónap veszek, akkor úgy pont beérik. Elvileg. Úgyhogy hónaptól vagy kezdve nem mehetek el sehova se. Locsolnom kell, mint az állat. Tényleg Zoli, de csináltam már kek hordót? Még nem. Vagy mi kell? Itt is beszéltünk. Gyanta, valamelyik fának a gyantája. Gyanta. Igen. Gyanta hiányzik. Na valami hiányzik. Szemfenyő gyanta kell talán hozzá. De azt nézzétek meg, mert nem vagyok benne biztos, valamelyik az kell ezt. A izé, a zöld. Na ez a fenyő lesz. Akkor a barna a juhar. Basszus volt itt még. Vacilvály Evelyn. Evelyn fizet vacilvályért. Van nálam 2, ha valaki még szeretné felvenni a questet. Egyet odaadok Evelynnek. Az öreg néni kér vacilvályt. Minden igaz, nekem is van. Na. Én pont itt vagyok, bent a házánál. Valaki kéri, akkor odaadom neki. Mindjárt megyek, csak megnézem, hogy mi a helyzet itt a zárusnál. Ja, én is ott oda megyek VR-hez.
Hát semmi érdemleges nincsen benne. Jó a Szivárvány szerver. tisztán van. Jó, jól működik a szerver. Alulról hatolul be a városba. Kihez kell menni? Az öreg lánhoz. Van két darab vacillám, kő valakinek egy? Ja. Ott van a lila ládában. És fölkövenni a küldit vagy? Itt te izénál? Pierre-nél, igaz? Igen, Pierre-nél kell felvenni a questet. Nem tudom, neked is az van, hogy Evelyn igen. kérdezi követ? Van nálam, vagy Evelyn van nálatok? Adjam oda, ki kérdezi követ? Hol van Evelyn? A öreg lány. Itt a házába. Ja. Bocsánat. Nem tudom, a kék hajó ugrott be valahogy. Az Emily. Majdnem ugyanaz. Igen. Egy leves majdnem, igen. Nem megyek vissza a kóborgásnak. Most aludta ültetni. Én is kérek szépen. Nem. Én is éhes vagyok, basszus. Se kávé, se kaja. Most mennyi idő? Két nap. Rájöttem, hogy kezdek lelki depressziós lenni. Mennyi ütés kell ebbe a szarba, bassz, és nem akart meghalni. Majdnem meghaltam. Melyik izé bánya részen van sok denevér? Tudom, így hirtelen. Fagyosban nincsen, még... igaz? Már leges legelején... Itt ott, nézni. Hát valahol ott az eleje környékén, de hogy pontosan mely milyen mélyen, vagy magasan, nem tudom. Ez a baj, én sem tudom. 15-20 körül már vannak denevérek, de például a fagyosban mire az megint... 20 nem izé volt, 20 nem, még izé volt. Ez a pillanatok vannak. Ja, vagy a pillangók. Nem tudom. Akkor nem tudom. 50 körül van talán a fagyos. De nem ér. Harminc 40 körül azt hiszem. Ó, de itt még sötét van, ezt azért nem szeretem, és nincs világító gyűrűm. Nekem adtad ide, nem? Adjam vissza. Gyere. Okay. Azt mondtad, nem kell világító gyűrű. Azt hiszem, hogy a bitót tettel, igen.
Fényteraszt, apró fényteraszt. Ottam egy kemény fát. Egy denevér. Na, már csak 50-et kéne megölnöm. Hogy a kalandorok cégébe ti is ki tudjátok venni már az ajándékokat, nem? Ja. Igen, megvan. Készen. Nem is egy. Nem, szuper. Na, csinál már fegyverre, Istenem. 15. Mi 15? 15, 16. Szemetet számolom. Nekem mennem kell, mert... Nincsen egy ilyen. Rohadj meg. A fagyosba is van, de nem ér pedig. Igen, a fagyosba is van, ott az elején, pont a legelején. Igen. 50-es szint. 50-es. 51. 40-től kezdődik a fagyos. Az 50-nél már van. Igen, 50-nél biztos, hogy van. Akkor én is találkoztam vele. Ó, hát haladjon már, hát ezt nekem is föl kell vinni oda a platformhoz. Vazze. És föl kell mennünk vele. Majd csináltatni kell ládákat. Azért Robinnal tud szállító ládát csinálni. Úgy emlékszem, nem volt, nem drága. Fába került a láncsak. Nem törik le a műkörmöd. El kell sétálni addig. Nem az a bajom, hanem az idővel. Igen. A silő! A mi tagunkba? Azt én is fogtam. Öcsi. És nem fogok visszaélni. És ez az utolsó nap a szemétre. Most kifogtam egy szemüveget, mennyi hiányzik még? Egy. Egy darab? Megvan. Nem, de nem számolta, vagy mi van? De. De ugye, hogy el kell vinni a szemeteket. Hát akkor ez bukta. Nem vittük el a vizéig. És nem tudjuk elvinni. Nem ilyen. Hát 1-20 van. Jó, mindegy, akkor megtartjuk legközelebbre őket. Még 100 után is van, de 100-on nagyon durván sebeznek valamiért. Mindegy. Azért megyek vissza könnyebbre, mert könnyebben megölöm őket, és gyorsabb. Kéne akart, át kéne jutni a sivatagba. Na, vajon mennyit kaphatok? 100 000-et. Megvan kek hordó, nekem is. 250 000-re gyűjtöttünk össze, összesen szóval valami ki nagyon belehúzott valami, nem tudom, hány 100 000. Összesen 68.313 lett. Most leültetek még egyszer ennyit, ebből lesz 100.120. Akkor meg is veheted a izét. Először megveszem a izét. Először megveszem a... Ahol le van a vásár, gyerekek. Először megveszem a
tököt, és majd utána megveszem az izét. Sőt, nem, először megveszem az izét. Szeretnénk vinni a vásárra. Nem tudom. Mert vannak aranyhalaink, esetleg. Évfélpontban, tudom, miért fogtam, tudom, hiszem, hogy iridiumosat. A Istenem! Megszoktam a másik játékot, és mindig azzal akarok tárhelyeket nyitogatni. Nem fog menni. Hát rájöttem. Ja, van egy tájus ügérem, ami iridiumos. Na. Mindig itt, de a többi halam max arany. Aha! Kaptam más csalógépet. Igen? Igen. Valakinek van gyémántja? Tudunk másik gyémántot. Szerintem van. Egy gyémántom volt valahol. Nem volt mindenem is. Hónapra készen lesz a busz. Kaptam egy iridium tojást. Az is jó. Azt is tudjuk vinni. Akkor vigyük azt? Aha, az iridium cuccosokat már szeretik, azt örülnek. Hát én arany majonéz, arany sajtot és kaviárt raktam eddig. 9-et kell összeraknunk, 9 dolgot kell összeraknunk, nekem van egy iridium halam. Az iridium dolgot mindenképpen vigyük, a többit meg akkor kipontoljuk. Én már még nem tudom, majd már hazaértem, megnézem, hogy mi van. Tessék. Levisza a sólya mellébe raktam a halat. Hová kell vinni a halat? Ja, a vásárra. Aha. Jaj, a vásárra. Beraktad az 5 darab tököt? Még nem, mindjárt viszem. Akkor már mindegy, itt vagyok. Nézem az öntözést. Berakom én a tökömet. Így. Vettem 140 tököt, azt mindjárt ültetem. Főmelk a Robinhoz, veszek egy naptárat. Igen, tudom, minden, szerintem minden részem van denevér. Van fekete, van kék, van piros. A szájtos mellett akarsz csinálni Rubinnal, vagy csomagkoz 250 gold, mert 150 fa. Aha, szállítós mellett, oké. Okay. Uh-huh. Dick, még fát is kéreget. Igen, 150 fa, 250 gold. Basszus! Van egy naptár. Véletlenül beraktam az iridium tojást. De jó, azt van. Ki tudod megvenni? A majomén kézítőből? Ja, azt nem. Le akartam rakni a azt a tartósító hordót. Azt véletlenül tojásra görgettem és azt nyomtam. Oh, ez bár fáradtság jele. Nincs a mosketéfő. Nincs kávé. Ültetésre föl. Na, nem csukódik az ajtó. Már egy búza kell. Még mennyitok, milyen termékeink kell.
Basszus, azért most már nekem is van mit öntözni. Még azt is be kell adni. Kell egy tök. Zsemgyökér az nálam van. Akkor azokat elviszem. A gyümölcsök fognak kelleni, sajt, szövet, kinek van esetleg. Mi kell? Szövet, meg kecskesajt, meg ilyenek majd. Ó, még kecskénk sincsen. Meg az összes gyümölcs. Kérhetek valakitől egy darab gyémántot a másolomba. És akkor másol nekünk üzét. Gyémántot. Nekem van egy darab, elviheted a darabban. Nem sem használom semmire. Viszont ládát akartam. Szia, szia! Nekem 3 gyémántom van. Hát aki a bányában van mindig. Nem megyek érte, csak... Bocsolásóban vagyok most. Hát, viszont hagyjad. Elvileg hónapban vanok, mert csinálják a busz. Meg lesz a busz, mentünk át. Oda is. Legalább lesz kardom. Ja. Kösz. Jó, oda kaptad a gyémánt másolót is, nem? Igen, megcsináltam a izét. Boszt. Innen meg eltűnt egy növényem. Nem az, amelyik kirohadt? Nem. Tudod. A kukoricáknál. Olyan, mint a ki lenne ütve. Nem tudom. Nem érne odáig a madár ijesztő. A madár ijesztő. 2 giga ramig. Hú, 2 giga ramig. Milyen játékok. Stardew Valley-hez nem kell szerintem 2 giga ram. Nem. A Grievar Creeperhez se kell akkora. Metin 2. Ja nem, várjál basszus, a Metin 2. Lejött egy frissítés is. Elég sokan panaszkodnak, hogy megzabálja még a jó gépeket is. Lost Ark talán. De abban nem vagyok biztos. Körbe kell nézni igazság szerint. Ez így fejből. Még én sem mondom meg neked. Melyik az a játék, amelyik 2 giga. Ne, én nem tudom kiírni csetre. Köszönjük. Azért így könnyebben öntözöl. Igen. Hétfő van, és pénteken lesz árus. Az a baj, az már nem fog árulni majd csak télen. Ritkú gyümölcsöt, tudod? Az ének szobornak oda át, mert nekem csak 2 van. Fene. Hát figyeld, gépfejlesztés vagy egy új számítógép, ezt szom ajánlani inkább. PCX-nél van hitel. A PCX nem támogat, nem reklám volt. Sajnos nem támogat, pedig támogathatna. Küldhetnének egy ilyen 2 milliós gépet. Nem sírnák érte. Úgy köszönöm, bírná. Nem kell. Bírná a csőröd. Ja, PCX-re raktunk össze gépet.
Tényleg Speedyvel próbáltunk úgy összerakni gépet, hogy ilyen brutál kemény legyen. 1.700.000 lett a vége, ha jól emlékszem. Szia Dorka, szia. Nincs a csomag. Na szép Dorka, kikövettél, oké, ezt megjegyeztem. Mi kaptál meg van? Szolális eszenciát tudok majd esetleg átvinni, mert olyan tisztek, nincsen semmilyen az utcom, amit át tudjak vinni. Mert egy arancsilagos tomló. Én még soha nem követtem ki senkit se véletlenül. Hogy lehet véletlenül kikövetni az embert? Nem tudom. Esetleg úgy, hogyha mást akar kikövetni, aztán... Félre nyom. Hát akkor egyből vissza is követem. Úgy nem. Lehet, hogy Dorkának is ugyanaz van, mint izé. Becskó neked. Van, azt írja, hogy rossz a telója, és állandóan kikövet mindenkit. Nálam nem tudom, mi volt. Nálam én nem telefonról volt, hanem én gépről is próbáltam, telefonról is. Bekövette, és utána eltűnt. Jó. Volt egy a mai még ott. Azt hittem, hogy van nagyobb a házad. Hát akkor majd én nem tudom. Kinek? Neked. Azt hittem, hogy felfejlesztett házad van. Ide teszem a make-up tárat, nem tudom, mert valamikor majd termesztünk növényeket is, nem? Legyen miért. Mondtál valami, kell neked valami kút, és arra várok, hogy mikor az már megvan, már rég megvan. Na. Akkor mehetek házat fejleszteni. Én hát én lefekszek, mert nekem nincs energiám, nem vagyok. Nem tudom, ilyenkor mi a teendő. A házamban lesz naptár. Csak úgy tudjatok róla. Nem a kedvencem. Nincs olyan, szerintem nincs olyan, hogy kedvenc játékom. Eddig talán LOL-t mondtam volna, de most egy hónapja nem loloztam kb. Nekem majd így volt sokáig az a Elder Scrolls Skyrim. Most te izé a kedvenc játékom, a Grievar Keeper. Azon játszok talán a legtöbbet mostanában. Kettő gigabyte ramos játék kell neki. Mondod? Igen. Lost It Together. Az csak egy gigabyte ramot foglal. Annyi kell hozzá. És 3 gigabyte hely. Nem tudom, hogy itt van-e még. Nem tudom. De Dostrider-hoz elég kevés. Holnap nem kell locsolnom. Ha! Arany, kis szájú süveret tudok venni, esetleg aranytököt, vagy aranynapra forgó. Vagy aranydinnye, áfonya, gomló. Nyom velük. Ezeket tudom vinni, nem tudom ki mit visz. Akkor beszéljük át. Ja, mert ma van a vásárnap pont. Azt hiszem, ide ma lesz. Én Zodihoz átvittem a halat, amin volt. Nem tudom még mink van. Kinek dolgot kell összeszednünk. Kinek dolgot válogassunk oda akkor. Én raktam be egy majonézt, egy sajtot és egy kaviárt. Jó. Én tudok aranyhalakat vinni. Én már zöldséget, vagy napra forrót, vagy ilyen. Na, mindegy, visszak át egy pár dolgot, aztán majd látom, hogy mi van ott.
Nem tudom, melyik Az a az baj, hogy egész. csillaggyümölcsöm is csak izé, ezüst. Locsolok. Mindenki locsolásra fel. Basszus, pedig ma már kész van a buszmegálló. Igen. És ma majd pont nem tudunk elmenni. Akkor majd belevassatok, hogy melyik kell, mi kell. Hát el tudunk. Már Pem attól még ott áll, csak annyi, hogy akkor lemaradunk a műsorról. Hát így kell kettőig odaérnünk. Nosszom. Azt hiszem. Remélem, ennek nem elég sok cuccoknak kell töntözni, és muszáj, mert különben nem érik be. Lakom nem. Egyszerre hármat locsol érte, és panaszkodik, hogy nem fogja tudni megöntözni. Hát, hogyha most elmegyek érted 9-re a vásárba, akkor nem fogunk tudni megöntözni, mert 10 órára érünk vissza. Hát akkor még hajnali 2-ig van idő öntözni. Hát nappal könnyebb öntözni, mikor látod is, hogy mit öntözöl. Ja. Mint éjszaka. Hogyan? Megfelelő munkán neki, nem vagyunk itt. Halló, tessék, itt hullaház! Van, egy IP-es hangot hallasz az urat. Meg a kúrva anyának, a csodás. Már bocsánat, elnézést. Szóval a jó édes, közfoglalkoztatott édesanyád. Nem veszünk kocsizsától sem. És Dorka, neked mi a kedvenc játékod? Ja, nekem a Stardew Valley-a, ott írja. Bocs. Na, én menetre kész vagyok. Ja, én is. Ó, Istenem, de fáj a hátam. Akkor mindenkinél ott vannak a cuccok? Á, Zodi ledejebb szedtem össze. Majonéz, akkor iridium kishal, sajt, 3, 4, 5, 6. 9 kell. Összesen. Van nálam 6 darab. Nálam is van a cuccok, úgyhogy akkor menjünk. Nincs lesz különbözőkre. Jó. Ja. Azt még le kell lődni Günthérnek. A Günthi cicának? Na, végre. Nem tudtunk megmozdulni. Miért nem tudsz menni? A csillaghulló 2000, ja. Nem megyünk horgászni, húzva meg lesz. Ugye itt lehet horgászni. Ilyen pénzért. Töltetősen hamarabb meg lesz. Hát jó, de ahhoz kell minimális tőke, hogy legyen. Bon. Nullából nem tudom. Én bekokoltam. Oké. Tényleg azt te azt fejenként kapja meg, vagy aki bepakolja? Horgasszunk. Horgasszunk. Fejenként bepakoltam. Már fogtam is egy halat. Thank you.
Én ezzel szoktam összeszedni azt a pénzmennyiséget. Morgászattal. Ja, az jó lenne a csillaghulló. De köcsög egy hal. Jó, hát megyünk mindjárt kerekezni. Mindent a feketére. Ez nem blackjack? Nem. Három zöld, egy narancs. Azt hiszem úgy van a sorrend. Zöld után zöldet, aztán ha valamikor narancsot. 75%-ban lesz mindig izé zöld. Igen, de háromnál többször egymás után nem adja be a zöldet, úgy tudom. Kifogott halak 7. 384 csillag token. Kurva. 5 halat fogtam ki. 114. Tudom, 115 pontot kaptam. Menjünk vissza. 6 halat fogtam ki. 6-ot tudtam volna és kifogni, ha ez a sekkukac. Hallod, egyből narancsárga vesztettem mindent. Nekem 3 zöld volt, szóval. Akkor azért, nálad volt a 3 zöld, én meg bekaptam narancssárgát. Forgászattal gyorsabban összeszedem, mert így ez így nagyon, nagyon rutri. Lássuk, hogy felérik a képességem, és szóval hasznos. Köcsög. Fogtam egy botot, bassz meg. Fogtam 5 halat már. 264 csillag tökélem van. Kiválóság bónusz. 300 valamennyit kaptam. Igen, hogyha tökéletesen kifogod a halat, több pontot ad és bónuszra. Ha nem ront ide. Lejjebb rakom a csetet, mert zavaró, hogy nem látom a csillagokat. Megint narancssárga, mi a faszom? 396 csillag token kaptam. Na. Ma 1080 csillag token van. Nekem 1060. Hú, hogy... Na hogy végül dobta nyertem.
Egyébként a izét megnyerte? Zodi a kiárusítás, vagy a... Nem tudom. Nem én nem beszéltem le vissza. Beszélni kell majd le vissza. Mert kíváncsi vagyok, hogy mindhárman megkapjuk azt a pontot, vagy csak te? Mindhárman. A legreg az is 2000. Elvileg, szóval az a pont meg lenne a csillagfordó, ha jól tudom. Mindhárman megkapjuk. Soha levisz, ja, itt van. Csak mi korgászok, nem tudom, hogy akkor is még... Elindítottam. Még azt hiszem, utána kell oda menni, le vissza beszélni. Elmegy, nézi, és utána beszélni kell vele. Egyértelmű, nekünk kell nyerni, hát bazd meg, meg azért kaviár, meg ilyenek, hát... Ugye rárugok egyet a Levisre. Aranynál azt hiszem szoktunk nyerni. Már úgy függ, hogy nem tudjuk, hogy a többiek milyen portréket tettek ki igazából. Hát ez most elég gyenge volt. 360 csillagtokén. Menj Levis polgármester az eredményért. Kaptunk 1000 darabot. Gratulálunk, első lették 93 értékeléssel. Ja. Na, akkor megvan a csillaguló. És még maradt 440 tokenem. Küszöttem a ládából Szajri Jainkat. Ja, hát hogyha nem szedett ki, akkor fel tudtuk volna venni Levisnél. Na, megvan a csillag. Van kávé. Mert itt max még a madár ijesztőt érdemes megvenni, nem? Én azt mondja megveszem. Itt a madár ijesztőt. Ellen nem megy. Úgyhogy megyek visszajátszani. No. Ti is energiát kaptatok? Van egyáltalán valaminek értelme még a madárigesztőn kívül? Nem igazán, szerintem. A kalap, hogyha esetleg nem tudtad megszerezni valamelyik vizén. Az a tojás vadászati, azt hiszem, az a fedóra. Nem. Nem. Erre vagy, és csak úgy lehet megvenni. Szia Balázs! Jó, lenulláztam magam, nekem akkor ennyi volt mára. Nincs szerencséd. Ahhoz képest, hogy 75%-os lett volna állítólag a ráta, hogy zöld lesz, ahhoz képest annyi narancssárgát kaptam, hogy szerintem 25%-os a zöldem. Akkor megvettem én az résztőt. De az megvan. Szőnyeget akartam venni. Jó. Hát én már tudod. Gyere horgászni. Na, nincs kedvem. Na, most buktam. Micsoda? Most buktam. Elbuktam, nincs pénzem, nincs nullám vagyok. Ez mennyit adom? Ez egy pontot ad mi? Mit is sikerül eltalálnom? Nem mentem beszélgetni addig. Jó. Ja. Itt az a csávó. Melyik játékot mondtad? Aki kérdezte a... Dust Drift Together. Az egyik bovájt ramot foglal csak. Hát remélem, tudtunk ezzel segíteni neki. Nem. Jó bulást kívánok! Mert én 5 halat tudtam kifogni.
magassága. Zalag. Egyet felteszek a zöldre. Áh, van két csillagom. Kettőt a zöldre. Rohadjár. Most van amúgy egyébe. Kis köcsök. G2A, Enebo, mi van még? Istenem. Igazán mindenfelé. Megvásárolni tudod csak. Igen. Én így ilyen ingyenes letöltéseket fogalmam sincsen. Meg nem is prefezálom. Na már valaki dolgozik valamivel, akkor érdemes támogatni azzal, hogy legalább megveszed. Köszönöm szépen, de már megvan. Hát jó van. Most képzeld el, festő a szakmád, eljössz hozzám, kifested a szobámat, én meg a végén annyit mondok neked, hogy krekkeltem, arra van az ajtó. Nem hiszem, hogy boldog lennél. Mondjuk 3 napig ide jársz, mert glitterni kell, meg glettelni, bocsánat. Nem tudni magyar. Sose. Na, aztán 3 napi 8 órás munkád itt van, 3x8 órát, utána meg nem fizetlek ki. Nem hiszem, hogy te is hú de boldog lennél. Még van a szőnyeg. Jó. Én kimegyek titeket is. Ja nem, meg kell, hogy várjak titeket. Igen, meg kell várj minket is. Én végeztem. Szerintem nincs semmi a boltban, ami érdekelne. Hát engem a szőnyeg érdekelt volna, de fölidegesített, hogy állandóan narancssárgát kapok. Ne, ne nekem adta be az öldeket. Igen, szerintem számolta külön, egybe külön, számolta, igen. Egybe számolta, hogy ugye kinek volt zöld és kinek narancs. Na jó, hát valószínűleg a több játéknál ez nincs megoldva, hogy külön-külön legyen. Ja, amúgy itt lehetett volna beszélgetni az emberekkel, ugye? Igen. Ja. Vagy melyik verzió az új? Nem tudom, fönt van a Discordon, nézd meg. Kint van a Discordon a frissítés. Hogy mi lesz az új frissítés. Minden játékkal, amivel játszok, fejben kéne tartanom. Akkor már lexikon lenne a fejem. Hát meg amúgy se tudod, mert napról napra változik az euróra szinte. Tehát, hogy pontosan nem tudod megmondani, hogy mennyi a játék. Nem csajozok ebbe most. Nem nagyon harcolok azért, hogy legyen feleségem itt. A sajátomjukban sokkal gyorsabban haladtunk feleségileg. Ja, nekem még a sajátomban még mindig nincs férjem. Még már a 6. évben vagyok benne. Mindenkivel jó huverkba vagyok, mindenki a szeretőm, de senkivel nem házasodtam össze. Mindenki a szerető. Hát, igen. Nem mindenki elmentem randira, de még egyiknek sem adtam oda ízét azt a nyakláncot. Az igen. Ezt tudjátok, hogy hívják a falu éjszakai pillangója. De imádnak. Minden nap ajándékokkal halmoznak el. Itt a varázsló is. Akkor egy kitartott nő vagy? Hát kb.
Ő 100 G-et mondja meg a jövőmet. Kérdezzük meg, mit mond a jövőre. Ja, én nyomtam, csak elfelejtettem elolvasni. Átpörgettem. Te és én egy füves mezőn vagytok, boldognak tűntök. Kristályim tovább ment. Ah, épp harcolsz, valami félelmetesen készülsz megküzdeni a sötétségben, de te eléggé fel vagy készülve a harcra. Csak ennyit tehetek érted, fiatal gyermekem. Magyarul mondott valami nagy hülyeséget. És azt jegyezd meg, hogy a jövő nincs kőbevésve. Bármi is mondtam ma neked, azt meg lehet változtatni, eléggé törekszel. Viszont... Hát bazd meg, nem megyek a pusztára. Vagyis csak kamuzott. Nem, ez a sénnel levő boldog réte, ez amúgy tudom, micsoda. Mert... Vagyis ne gyere össze sénnel. Hát sénnel amúgy sem szoktam összejönni, nem tudom, mindenki őt szokta preferálni, de én nem igazán kerülöm az akkóval. Hát most erre mit mondjak? Szép napot neked is. Én inkább a gémesre. Hát erre azt tudom mondani, hogy mindenki olyan pasit szokott választani, ilyen, amilyen az apja amúgy. A férfiak közül meg többire olyan nőt választanak, ami hasonlít az anyjára. Ritka, amikor pont az ellentétet választák. Na, még egy kör vagy kettő. Ez mi? Ez új. Ez fent itt van valami kajáda. Ez mi ez a kajáda itt fent? Hol? Ahol itt van Gus, meg Evelyn, meg George, itt a szökőkút környékén. Ez tehát nem is tudtam, hogy itt ez a rész, ez itt létezik. Amúgy. Hát ki ez a mi? Kis? Próbáltam kicsinálni Gusból a szósznak a receptjét, de nem átkötélnek. Itt viszont lehet valamit enni. Igen? Hát valami hamburgereket esel itt folyton, de hogy nem tudom mi haszna. Lehet, hogy ez valami újítás lesz most majd az eventre. Mert ez eddig ez nem volt itt. Én úgy emléktem, hogy ez itt le volt itt lárva, nem? Itt a bolt mögött, itt ez a rész. Uh-huh. Lehet, hogy ez akkor ezt még most fogják majd berakni. Itt lesz egy kis evőverseny. Itt a zsűri, nézd meg! Ja. Úristen, öregem, nem bírok többet harapni, ebből a grillezett emlicsből tele vagyok. Ja, lehet, hogy akkor itt Gusznak lesz egy ilyen versenye, kaja versenye. Mert ez eddig ez nem volt bent, én úgy tudom a játékban. Hát nézzek, mennyit meg tudok zabálni. Na, végtelent. Vicces, hogy megeszi. Jó, nem kerül pénzbe. Csak azt néztem, hogy nem pénzbe kerül, de nem. Hát, majd meglátjuk. Tudsz enni ingyen, meg is kapod az effektet. Wow. Nem kaptam hát jó, effektet. De hát ezt mire kapja? Hát majd, hogyha majd kilépsz innen, gondolom akkor, de akkor már nem lesz értelme, tehát estére megkapni egy hamburger effektet, hogy mondjuk jobban tudsz a bányába harcolni, ha mi értelme. Már nem mész 10 órakor bányába. Így van. Azt hiszem, a hamburger azt adja. Jobb harcot. Nem a horgászatot adja? Vagy horgászatot ad? Nem tudom. Hozzá 8 pont kéne. Mindegy, megpróbálom. Jó, csináld. Tegyél be 4 pontot a zöldre. Ha nem sikerült, tegyél be 16 pontot a zöldre. Hogy tedd fel az összeset a zöldre? A kurva. A rohadt narancssárgás néni kérdett asztat. Na, most már akkor zöldnek kell lennie, hogyha bemúlt a narancssárgát. Á, egymás után kétszer is dobott narancssárgát a jólébb is. Ez búzi. Hányja visszamegyen. Jó, hát 3-4 nem fogja dobni. Zsolt 3-szor kapott most ezt a narancssárgát. Én értem, hogy 70%-ban van esélye a zöldre, de például... Én most több 3 vagy 4-szer pörgettem ki én is ugyanúgy a sárgát. Vagy ez kóba nem így működik már. Ja, a kóp az amúgy bezavarja az ilyen játékokat. Meg hát a üzét is amúgy az, amikor a tévé mondja, hogy szerencsés vagy nem. Az hülyeség, mert amúgy külön-külön van a karaktereknek. Nem érdekel engem Dogi Andinak a módjai. Itt hisztizett múltkor is csávó, hogy hát de Dogi Andinál van állatsimogató.
De az módolt. Hát de mi az, hogy nekem nincsen? De az a baj amúgy, hogy azt nem értem, hogy miért nem olvasnak az emberek címet. Tehát ott van leírva, nagyba, ki van írva, hogy Stágyú Veli módolt, nagybetűvel. Tehát, hogy tanuljatok már meg olvasni. Csak az a baj egyébként, hogy a módoltam, hogy előbb-utóbb majd a búba probléma lesz. Egyébként. Yeah. Ahogy visszajusson. Hát, hogyha módolja a dolgokat, érted? Nem legálisan. Ugye? Én nem tudom, Steam-eseket használ, azt hiszem Steam app-is üzéket. Tehát a Steamről felrakott, meg a ilyen helyekről, tehát hogy amik elvonat is, milyen módokat használnak. Ez valami úgy lehetne, hogy a Stardew Valleyhoz mi Steam-en nem is láttam módot. Én se. Egyébként. Nem tudom, hogy honnan szedte. Nincsen a Stardew Valley-nek módja. Hivatalos szerintem. Módja. Nincs. Hát menj be a Steam-be és nincsen izé műhely szarja. Nincs. Na végre. Akkor nem tudom. Hát mindegy, hát most. Hol az a nyomorút izé? Amelyik jósol itt neked? Most is írják a csetem, hogy hivatalos nincsen. Nem, csak... Zsolt, tudod, az az idegesítő... Ádámka, köszönöm szépen a TikTokot. Az az idegesítő, hogy ilyenkor bejön például egy szárgyüvelire egy másik ember ide a csetre, és akkor írkálja, hogy vegyek például állatcsimogatót, mert mennyire meg fogja egyszerűsíteni az életemet. Robinnál lehet venni, de úgy, de annyira erősködik, hogy muszáj elsétálnom streamben megmutatni neki, hogy nincs olyan termék a játékban. És utána meg itt pappok, hogy de hát ennél a videósnál van. Hát mert hogy nem olvas, tehát hogy ez a probléma az emberekkel. Pedig pont ez a videó, például az Edu Gendi, aki amúgy kiírja. Tehát, hogyha nem eredetivel játszik, mindig kiírja. Mert én is bele futottam olyan videósba, aki állított a videójába, hogy itt lehet megtalálni ezt meg ezt, és utána olvastam, és amúgy nincs is a játékban. Igen. Oké, köszi. És aztán elfelejtette még a leírásba is berakni, hogy ezt ezzel a móddal vagy így tette be a játékba. Köszi. Például láttam már olyant is, múltkor itt TikTokon valaki pont stargyúzott. Gyerekek, az összes csirkéjének kód volt a neve. Az összes állatának kód volt a neve, bazd meg. És azért nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy ha megkapom a Prismarine Shardot, sokkal jobban tudok örülni neki, hogy végre megszereztem, mint az, hogy lemegyek, veszek egy csirkét és beírom a kódját. Igen. Ja. Ja, és minden állatának legalább három kód volt a nevébe. Nem értem ez, mert jó. Tönkretenni így a játékot, mert amúgy meg nem egy túl nehéz. Prismarine is áldásan nehéz szerezni. Tehát én a játékomban ez a játék közben tudok olvasni. Nekem a... Ebben a játékomban, amit játszok már így a hatodik évben járok benne, összesen eddig szereztem 10 pár Prismarine Shardot. És amúgy nem nagyon hajtottam rá, hogy akkor megszerezem őket. Egyszer kiholgáztam, egyszer összeszedtem a kőfejtőnél, egyszer Geudából nyitottam, egyszer egy mob dobta. Szóval, hogy... Nálam például nincsen dobja, de viszont dobja. Sokkal sűrűbben dobja most már, és úgy, hogy még nem jártam amúgy abba izébe. Tehát én nem voltam a Skull Kevinbe. Ezt én simán csak a bányom meg a ezen környéken szedtem össze. Meg a szigeten. Szóval. Na jó. Akkor jó étvány. Ugye a legnagyobb durva. Hova a bánatba? Ez azért melyik ládába rakjam az utcokat, amiket a... Legszélső. Jó.
raktál majonéz, sajt, kaviár, Köszönöm szépen a követést. zsárbon, Szív. süllő, ez. Szíves szem és Jó, szíves így. smiley, vagy milyen smiley-k vannak ott. Tök jó a fan. Köszönöm szépen. Hát most az, hogy tegyük fel, elmegyek lolozni, és a Pisti hack programot használ lolozás közben, én arra kurvára rá se fogok jönni. Maximum kapom a büntetést a LOL-tól, mert olyannal játszottam, aki csalt. Na. Gulónak itt a pénzed befele, kérem szépen. Van egy menetrendünk, van egy olyan szoba, egy menetrend, oda ki van többnyire írva. Azt kéne valahogy megcsinálnom, hogy minden héten csinálnak egy menetrendet, de nagyon sok idő átgondolni. Igazság szerint azt sem tudom, hogy holnap mihez lesz kedvem, holnap mit fogok csinálni, holnap mi fog történni. Ezért inkább azt mondom, hogy ked függő, igen. Ked. Nem tudok beszélni. Sült hal van a tévébe. Igen. De csak ismétlés. Igen. Megnézem azért, mert lehet, hogy én nem emlékszek rá. Hogy megnéztem volna. Mert csomószor akkor mondtátok, hogy ez van a tévében, az van a tévében, amikor én a bányában voltam. Üvegház. Stiner, a gyümölcsök. Meg nagy tej. Nem adnak még nagy tejet? De. Ahhoz, de már kéne egy nagy tej az éve. Az Minek? Üvegházhoz. Minek? 8 nap. Hát azért, mert az állatcsomagba kéne az üvegházhoz egy nagy tej. És még kéne valami, vagy gyapjú, vagy... Gyapjú, vagy kacsa. Kacsatojás, igen. Majd, hogyha lesz kacsatojásom, akkor viszek nagy tejet is. Akkor most... Megnőtt valakinek kell a szőlője, nekem a fa. Kell nekem kő. Robinnek a szőlője. És megyek Robinhoz. Mindjárt melyik leszedem, hát ne kapkodjatok már. Kapkodunk, csak mondtuk, hogy bejött a szörnyed. A nyugodtság áramoljon már beléd, és mit idegesztetsz? Ideg állapotba hozom Móni. Ez ezt, ne rajom a Móni. Na. Szkámi, fejlesztjük a csűrt, vagy a házat. Csűrnek nagyobb értelme van. Mit kell hozzá, nem tudom már. Vagy én azt eldöntöm, hogy mire költöm a pénzem, na. Jó, de akkor meg lehet, hát akkor fejleszd a házat, én már felfejlesztem a csűrt, hát ennyire egész. Ennyire egyszerű a történet, érted? Nekem is van pénzem. Meg tudom csinálni. Hát neked van is, nekem nincs. Én szegény vagyok. Na. Én inkább megyek eszközöket fejleszteni. Fejlesztem is a házamat, aztán a következő csűr lesz. Ma játszom, reggel játszottam rajta. Ja, live-ba? Szerintem, nem tudom. Hmm.
Nem tudom, valameddig fog tartani ez a live. Aztán utána akkor kaja, meg egyéb ilyen dolgok. Őszintén olyan éhes vagyok, gyerekek, forog velem a világ. De lehet, hogy én egy napot kihagyok. Kiafkolok az ágyba. És akkor a többiek tudnak játszani, meg lehet, hogy hozok be csirkét. Hát nekem ez az utolsó nap. Én aztán megyek kajálni. Meg erre arra. Az igen. Ki fogja öntözni ezt a sok szub izét, növényedet? Hát, ha itt hagyja, nem csak az megöntözöm. Megoldom, ott hagyom. Prót, rohadt meg, ennyire egyszerű a történet. Na, ez a veszély. Baromira nem tud ezt érdekelni. Elemünk van már? Nincsen még, igaz? Mikor tartok én itt gomnál? Micsoda? Olyan kupim van nálam, a ládáimban. Jó, ne csak nem csak nálam is nagy kupi van amúgy. Minden össze-vissza be van szórva. Hét darab fám maradt. Akkor ez lesz az utolsó nap ma. Tényleg... Amúgy live-on kívül megkérdezem tőletek. Mert ugye most kóba játszunk és... jogszabály szerint meg kell kérdeznem, hogy YouTube-ra áttöltetem-e az élő adást. Persze, hogy áttöltetem. Kit érdekeltek? Már beleegyeztetek az élőadásba, onnantól nem mindegy. Amúgy. Macskát ide. Ó, és a pisztrángot kell még kifognom. Ja, nem fogtam, hogy még mindig a pisztrángot. Reszeder. Szia, fekete bárány. Durranjon egy kis univerzum. Bedurranék, de az univerzum, elsírnám magam élőadásba, esküszöm. Köszönöm szépen a két rózsát. Azt, hogy annyira náthás vagyok, vagy nem tudom mi a rákon, állandóan el van dugulva az órom. És olyan nehezen tudok beszélni néha. Na, menjünk a busszal. Ó, tényleg megvan a busz. Már én csak a kard miatt megyek. Ja, mert más, ez egy prismarinod? Igen, kaptam egy... Slime-ből. Írtam angolból egy 3-ast, és beírt egy 5-öst. Örülj neki! Ennél van sokkal jobb helyzet, amikor írsz egy 5-öst, és beír egy 1-est. Vagy amikor nem bírja megjegyezni, mi a neved, és mindig a másik gyerekéhez írja a te jó jegyedet, és fordítva. Tehát tök jó. Vagy te kapsz egyest azért, mert nincs házit, közben meg neked kész lett a házit. Tehát, hogy... No, tényleg ezt a csajt nem lehet elvenni itt a sivatagba? Nem, szerintem nem. Picsába. Na, keresünk rá egy módot.
Van, amúgy elvileg olyan mód is van, hogy Linusszal össze lehet házasodni, bár nem tudom ki akar Linusszal összeházasodni, de van rá arra is. És mi bajod van Linusszal? Vagy pedig levissza. Hát, az már én is megértem az aggodalmat. Ki a bánat akar második lenni? Nem, én emlékszem, hol kell ásni. Valahol, ahol a faszomba kell kiütni a talajt. A szék fő környékén van az egyik hely. Ne, ne! Ó! Isten verje meg ezt a halat. Fogadjuk, hogy ez volt a pitránk. Ja, mit? Nem tudtam elkapni azt az ütemet, amiben ugrált. Pedig már majdnem kifogtam. Még esküszöm, hogy itt kéne. Én emlékszek ennyire rosszul. A felástam a fél sivatagot. Megvan a tigris pitrány. Kész lesz a halas tartály. Mindegy. Nincs meg a titkos jegyzet. Lehet azért nem is kaptam meg. Igen. Valaminél számítja az hogy megvan-e a titkos jegyzet, igen. Vagy nincs. De valaminél meg nem. Tehát a... Gyogyó, srácnál is számít, hogy van-e jegyzeted. De például a... Kultúrház mögötti Yuminon szobrot bármikor ki tudod ásni. Tehát ahhoz nem kell, hogy megtaláld a... Igen. Azt a jegyzetet. De tényleg, ha vannak azok, amelyiknél nincs meg a jegyzet, akkor hiába mész oda, és nem. Ja. Nem tudom, hogy amúgy a kard az nem egy ilyen, tehát hogyha megvan a... Törp jegyzetet csak akkor, nem, mondjuk az nem, mert nekem nem volt meg a törp nyelv, és mégis meg volt a kard. Szóval amúgy az is érdekes, mert elvileg akkor tudnád, hogy hova kéne vinni a prizmanisádat, hogyha elolvasod, de Abigail anyja mellett is írkövet, ami ugye törp nyelven van írva, arra van kiírva, hogy vidd a szivárvány követ a három torony közé, ami is van leírva. De az csak több nyelven van írva, szóval csak akkor tudod elolvasni azt a sírkövet, hogyha az ismered. Igen. Szóval nincsen bombám. Buzi zombi, mi ez? Azokat nem mi tudom a... megválni. Múmia? Mhm. Na, hogy üzékelem. Csúzlő. Vagy bomba. Van egy kis bombád, összehúzod az összeset egy helyre, azt már kész is. Igen. De a csúzlő is bomba gyorsabb. Úgyhogy eltaláló csúzlő van, azt viszlát. Az is jó. Kéne hazafelé mennem, nem? Ja, lassan így kell. Köszönöm szépen a megosztást.
Ezt késő lenne, már buszon ülök. Mit panaszkodsz? Már biztos sírtam, hogy hazamenne. Harmis csalit kaptunk. Jó van, hello, hagyjatok békén, letelik az időm. Na, én már ágyikóba vagyok. Aztán a sivatagból jöttem el. Tudod, boldogan segítenek, mert ez nem az ő házuk. Oké, de én meg most már nem érek haza miattatok. Köszi. Igen, mondjuk egy ilyen kóba megkapsz egy story time-ot ilyen későn, akkor igen, az egy szivatás. Igen, és hogy nem tudom elnyomni se, mert ők attól még dumálnak. Egy 30. Hűházba beérsz. Bocsi, Zadi. Nem baj. Na jó, ja, és az igen, a ragyogó szikla eltűnik. Most már tudunk hol majd mosni. Életemben nem mostam egyszer se. Fieség fölöslegesnek tartom az egész játékba. Meghorgáztatom fejlődött. Tényleg, amennyit én bányászok, még nem igaz, hogy nem fejlődött meg a bányász képességem. Nézzük meg, hol tartok benne. Hét. Nekem 8-as a horgászat. A harc az 0. Harc 7. Nekem 0. Kertészkedés 5-ös, bányászat 3, gyűjtögetés 4. Nekem a kertészkedésem 8-as. Hát nekem a horgászat. A kertészkedésem 8. Mondd már meg, hogy lett nekem a kertészkedésem 8. Ugye az nem is csinálsz semmit. Igen. Lehet, hogy a locsoló is ad. Az, hogy ugye neked automata locsolód van, és minden nap locsol, lehet az is ad pontot. Úgy veszi, mintha te locsolna. Lehetséges. Na, mindegy. Na jó. De akkor köszönöm szépen, hogy jöttetek. Lehetőséget. Holnap még tudjuk folytatni. Ha nektek jó. Na akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mindenkinek jó étvágyat kívánok. Majd mindjárt ebéd. Ja, ja. Ma már Stardew Valley nem lesz. De YouTube-on visszanézhető. Ja, köszönöm szépen a támogatásokat, köszönöm szépen a követéseket. Legyetek jók. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Hello! A bio-ban lévő linken mindent megtalálsz. Na, hello, stock.